Stábunk utoljára 2020-ban járt Orosz Tamásnál, aki a pincéjében berendezett műhelyében rászoruló családok számára javított, majd ajándékozott kerékpárokat immáron elérve a 200. felajánlott darabot. Az önkéntes kerékpárszerelő elárulta, a két iránt érzett szeretete közel 30 éve kezdődött, nemrégiben elkezdett tevékenységével pedig a nehéz anyagi helyzetben élőknek szeretne segíteni. 30 évvel ezelőtt sokat kerékpároztam, de lehet, hogy már még régebben is volt ez. Nem volt úgy, ö, egyszerű dolgozó szülők gyerekeként nem volt annyi pénz ö, kerékpárjavításra, mindig lejártam a szervizekbe, és akkor ö, összebarátkoztam a szerelőkkel, ilyen kicsit ilyen, ilyen, ilyen barátig légkör alakult ki. Ö, aztán annyit jártam már oda, hogy hogy végül, végül már azt mondták, hogy, hogy nem csinálják meg nekem a biciklit, mert annyit, annyit láttam, hogy már magamtól meg tudom csinálni, és egyik nap arra ébredtem, hogy, hogy hát kerékpárszerelő vagyok, mert mert ellestem a fogásokat. Orosz Tamás elmondta, a kezdeményezés bár lassan indult, az elmúlt időszakban rengeteg kerékpárt ajánlottak fel neki az ismerősei, illetve a városlakók, amelyeket örömmel javított meg, majd adott tovább. Kerékpárszeréssel foglalkozom már 25 éve, és úgy döntöttem, hogy ingyen javítok kerékpárokat, ez a dolog ez annyira nem, nem, volt érde, nem talált érdeklődésre. Aztán egy ember felajánlott egy kerékpárt, hogy javítsam meg, és, és, adjam tovább, hogyha, hogyha találok rá, rászorulót. A dolog úgy alakult, hogy ez saját utat vett ez a kezdeményezés, és elkezdték az emberek felajánlani a kerékpárokat, és akkor megjavítom őket, és akkor utána a Facebookon felajánlom, és ö, múlt hónapban adtam át a 200. kerékpárt. A szerelő kiemelte, bár számos kerékpárt tárol a műhelyében, a jótékonysági akcióban vők továbbra is bátran felkereshetik üzenetben a felajánlásaikkal. Azt gondolom, hogy most már nagyon sok kerékpárt tárlok itt, úgyhogy előtte azért először mindent, mindent átvettem. Most egyszerűbb azért, hogyha lefotózzál előtte, illetve a Facebookon felveszi fel a kapcsolatot, lefotózást átküldi, és akkor mondok rá valamit, hogy kell -e vagy sem az esetek 90 ába kellni szokott, mert ha csak egy, 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 kerék vagy, egy, vagy egy, egy pedál marad belőle, akkor is alkatrésznek úgymond donornak jó lehet a kerékpár. Érdemes a Facebookon megkeresni engem. Orosz Tamás tábunknak elárulta, bár a 200. kerékpár elajándékozásával egy mérföldkőhöz érkezett, nem tervezi befejezni a pályafutását, továbbra is hobbi szinten segíti majd a rászorulókat.